Magyar Nemzeti Bank 2020 őszén jelezte, hogy visszatér az infláció. Míg a Magyar Nemzeti Bank kötelezően rálépett a fékre, addig a kormány nem kötelezően rálépett a gázra. És azt gondolom, hogy ez az egész évtizedre árnyékot vet. Sajnos, Remélem Sándor már nincs közöttünk, de elmondaná, hogy barátaim, ti azért most, mintha megismételtétek volna a 100 napos program hibáit. Világos cél kell. Magyarországnak volt a 10-es években 1 millió új munkahelyel világos célja. Most nincs. Úgy állunk, hogy meg kell előznünk, hogy 2030-ban mi és utódaink föltegyenek nekünk egy kérdést. Miért nem sikerült? Hol és hogyan tévesztettünk utat?